most lehetünk a saját magunk zeneterapeutái, és meg tudjuk figyelni, hogy hogyan hat ránk. És hogyha egy tevékenység mellé például pozitívan hat, mondjuk a gyerekeknek az alkotás közben, például nem tudom, gyurmáznak, festenek, rajzolnak, és rájuk ez jól hat, hogy bekapcsolunk mondjuk egy nyugtató zenét mellé, akkor ezt mindig kapcsoljuk be. Vagy hogyha az elalvást segíti, akkor szintén mindig kapcsoljuk be. De nyilván ezt is lehet váltogatni, meg ebben is vannak egyéni ízlések, tehát hogy van, aki nem tud feltétlenül úgy dolgozni, hogy mellette háttérben szól a zene, és én javaslom azt is, hogy próbáljuk meg most tudatosan használni, és adott esetben a kedvenc zenénket úgy megfigyelni, hogy csak arra összpontosítunk, és mondjuk megnézzük, hogy milyen érzelmeket vált ki bennünk ez a zene. És adott esetben, hogyha véget ért mondjuk a dallam, akkor meg lehet azt is nézni, hogy ezeket az érzelmeket papírra tudom-e vetni, például tudok-e írni erről egy-két gondolatot.